Üdvözlöm mindenkit, én Vaszabők is, ez itt a Rainbow Six Siege nevű játék, aminek a létezésről igazából eléggé régóta tudtam már, viszont sosem érdekelt annyira, hogy kipróbáljam, vagy megvegyem, vagy bármi ilyesmit csináljak a játékkal. Most viszont itt van egy Steam ingyenes hétvége keretein belül, ami annyit tesz ki, hogy a hétvége erejéig ingyenesen lehet játszani a játékkal. Úgyhogy gondoltam, teszek egy próbát, kipróbálom, és ezt fel is veszem videóra, mert hát az mindig nagyon fun. Ez nagyjából egy ilyen első élmények videó lesz, azért nagyjából, mert valamennyit játszottam már vele, igazából csak azért, hogy kitapasztaljam a beállításokat, meg a mozgásokat, az irányítás, meg ilyeneket, de ettől függetlenül nagyon béna vagyok még a játékban, nagyon új, úgyhogy szerintem úgy ez látszani is fog a videón. Ez a játék, ha jól tudom, akkor alapvetően multiplayer orientált, tehát leginkább azt kéne játszani más emberekkel együtt, tudjátok, amiről szól a játék, viszont van egy ilyen pár küldetésből álló kis single player tutorial jellegű küldetés sorozat, úgyhogy én azt gondoltam megcsinálom, hogy belerázódjuk a játékba is, hogy megnézzük, hogy pontosan mennyire is megy ez nekem. Nem tudom, mennyire lesznek nehezek, háromféle nehézségi fokozat volt, én a középsőt kiválasztottam és elkezdtem játszani, úgyhogy igazából tényleg ötletem sincs. Itt az elején kaptam... Hello. Itt az elején kaptam egy kis eligazítást, és azt mondták, hogy öljek meg mindenkit. Azt hiszem, lesznek majd ilyen bonyolultabbak is, például ilyen túszos, meg ilyesmi. Itt viszont annyi a dolgom, bemenjek a házba is, és megöljek mindenkit, úgyhogy... Ez igazából nem tűnik annyira durvának. Az első feladat az rögtön adott, találunk el egy bejáratot, tehát hogy... Azt hiszem lehet robbantani is, meg ilyesmi ebben a játékban, annyira mondom, túl sokat még nem tudok róla, de azért úgy valamennyi fogalmam van. Illetve itt látom lenn középen, hogy vannak tudszaim, tehát például van egy ilyen G gránátom, az elég egyértelmű, meg... A hatos az hogy... Ez micsoda? Ó, hallod? Van egy drónom! Szia Vaszabi, szia! Úgy nézek ki, mintha videójátékon játszanék, mert én azt csinálom, de mint a értitek. Jó, hát akkor használjuk a drónt és nézzünk körbe itt a házba, hogy pontosan mire kell számítani. Bejövök és itt... megijedtem attól a bábútól. Hello! Még fegyver is van nála, ezt direkt csinálták a terroristák? Okos gyerek, ez okos. Tehát bejövök és itt a jobb oldalra lévő szobában igazából nincs semmi. Tehát ez full üres, oké, akkor ezt figyelmen kívül lehet hagyni. Megtaláltam a legelső terroristámat, gyerekek. És egyébként így nem lát engem? Vagy bármeddig használtam ezt a drónt? Igazából nem vagyok tisztában ezzel, de ha bejövök, akkor ott rögtön lesz egy ellenség. Ezt tudjuk mostantól. Akkor az első, meg a második szobában mindig lesz ellenség úgy balra. Tehát első, meg második. Ezt már úgy tudjuk. Itt meg, hogy nézem, lehet még így közlekedni föl, úgyhogy én azt nem tenném meg, nekem ez így most jó. Hogy kell ki... Ugrottam egyet, de oké, senki nem vett észre. Jó, hát akkor megnéztem nagyjából, hogy mire számíthatok, és akkor... Hello! De profi gyerekek! Nagyon jó az a drón. Ott is áll valaki. Úgy. Ez nagyon jó, gyerekek. Az a drón azt használható egyébként multiplayerben is, tehát ez nagyon durva. Jaj, téged nem láttalak, Nem baj, leszettem és 91 HP-n maradt. Amit még úgy megtapasztaltam ebben a játékban, hogy nagyon gyorsan lemegy a HP. Most épp hogy hozzám érték és már 9 HP-t elvesztettem, ami annyira nem durva, de néha azért még ennél is durvabb a helyzet. Úgyhogy ez nem egy ilyen TF2-től berombózok és... újra és újra megijedek a bábuktól, ez nagyon durva és hatásos egyébként, tehát hogy szép volt terroristák. Tehát amit mondtam, hogy ez nem egy ilyen TF2, ahol berambózok és megölök mindenkit, hanem itt szépen tényleg vigyázni kell meg, mondjuk használni a drónt, úgyhogy... Ha jól látom, akkor folytat... Igen, lehet használni a drónt továbbra is, úgyhogy nagyon menő. Itt állok, én kivégeztük mindenkit ezen a szinten, úgyhogy lefelé nem lehet menni, ugye? Nem lehet király. Akkor nézzünk föl. Igazából van még 5 ellenség a pályán, úgyhogy azt mindenképp meg kéne találni. Ott egy, oké. Benézek, hogy még esetleg itt van-e valaki, de nincs, úgy tűnik. Oké, akkor jobbra van egy, itt van még egy. Ez egy nagyon hasznos szobának tűnik. Hallod? Látja a drónt? Én nem tudtam, hogy ez lehetséges, de oké, észrevették a drónt, nem tudták lelőni, úgyhogy nagyon menő. Jó, akkor balra is van egy, meg jobbra is, úgyhogy fel vagyok készülve igazából. Gyere csak, nem. Király gyerek, Isten vagyok. Jó, nyilván nem, mert normálon játszok, ha-ho, hello. Eléggé váratlanul ért meg, nyilván botok ellen, de azért haladó gyere. De megijedtem bábutól, már megint. Jó, oké. Ez a szint is kész. Hallod? Ne. Ezt nem mondta nekem senki, hogy... Ennyi?
Ide jöttem és megöltem mind a hármat. Oké, nem volt annyira durva, de ez... Nézzük vissza, nézzük vissza. Oda jöttem és gyertek, gyertek. Ez nagyon tetszett, ez jó volt. Meg is kaptam a kis csillagokat. Következő, ez jó volt. Itt is volnánk a második küldetésnél, ami kicsit bonyolultabb már, mert ott egy jel, gyerekek, és ha jól tudom, egyébként valószínűleg tartom, akkor ott van a túsz, mert bizony, gyerekek, ez egy túszos küldetés. Igazából eléggé furcsa, hogy megadják, hogy hol a túsz, tehát én gondoltam, meg kell keresni majd a házba, vagy valami ilyesmi, de nem, megadják, úgyhogy nagyon menő. Ez itt lenne micsoda. Ez egy bejárat. Tök jó kis bejárat. Igazából most elkaptam erre a küldetésre ilyen robbanószert, amivel be tudok jönni a házba, de én igazából bejöttem magamtól, úgyhogy megtarthatjátok a holmitokat. Ó, drón, tényleg drón, az hasznos, oké. Ledobjuk is. Hamnyamnyamnyam. Elég örülök, hogy tud lépcsőzni a drón, tehát hogy ennélkül kicsit furcsa lenne is. Wow! Ha így be van reteszelve egy ajtó, akkor is át tudok menni alatt a drónnal. Az nagyon hasznos, hallod? Azt tetszik. Igazából itt, hogy nézem, itt a második vagy első szinten... de ott van valaki, oké. Akkor feljövök, akkor rögtön lesz valaki. Hol a túsz? Még feljebb, aki, akkor nézzünk el oda is, hogyha már itt vagyok a drónban. Jövök! Ott áll valaki, oké. Ez a szoba üresnek tűnik. Igazából itt most nem írja, hogy mennyi jelenség van, úgyhogy eléggé ilyen tippe... Jajajajajajaj! Hallod? De hagyd még én a drónomat! Oké, megint elkezdtek lőni rám, és megúszta megint a drón egyébként, nem is tudom, meg tud-e halni egyébként, de eddig nem tette. Oké, amennyit sikerült úgy feltérképezni, hogy ott van valaki, azt hiszem, de majd ott fönn, de előbb ezt öljük meg. Gyere! Tök jó gyerekek, 100 HP, eddig hibátlan. És akkor itt is van valaki. Nem látom! Oké, ott van benn. Kaptam gránátot megint, de ez flashbang, úgyhogy annyira nem számít. Gyere ki, dugd ki a fejed, ha mered! Hallod? Mik ezek a zajok? Hallod? Kus! és tényleg abba maradt. Wow! Nem igazán számítottam rá, de mindig lövöldözik és nincs sehol senki. Mert tényleg... Hello? Én dobok egy flashbanget, nekem ez kell. Én úgy érzem magam biztonságban. Jövök! Hello? Aztán minden ide leszettem azt a gyereket. Na, még valaki? Szerintem ott benn van valaki. Ez szinte biztos. Én meg is nézem. Beülök szépen a drónba. Volt egy drónom? Hol volt a drón? Aha, szerintem ott jön valaki. Jól emlékszem, akkor magam mögött hagytam a drónt, úgyhogy ott valakinek lennie kell. Dobok még egyet, hogy szépen itt tudjak közlekedni. Robbanj! Oké, és akkor most megyek. Valaki megvakult, nem tudom. Valami történtlen. Kinyírtad a drónomat? Igen? Akkor kinyírlak én is téged. Ez így működik. De hol volt a drónom igazából tényleg? Tehát, hogy én úgy emlékeztem, itt hagytam valahol, és hát nem tudom igazából, akkor lehet, hogy nem. Tényleg erre azért figyelni kéne. Ha nincs itt senki, akkor én elkezdem itt berobbangatni magam a túszhoz, tehát hogy ide jövök is. Hamnyamnyamnyam. Egy kicsit távolabb megyek. Egyébként len ordibálnak meg minden, de nem tudom, el vannak partiznak. Nagyon-nagyon szép a robbanás, és nagyon tetszik, úgyhogy elég menő. Valaki ott bent? Biztos lesz ott valaki. Hello? Nem is láttam a füstről, de valahol lőttem és megöltem a gyereket, úgyhogy azt hiszem elég menő. Egyre többen ordibálnak, és ez nem tetszik, mert azt jelenti, hogy vannak len ellenségek, és meg akarnak ölni engem. ez nem jó annyira. Hello. Köszi, hogy kirobbantottad az ajtót, tehát hogy tényleg én... hallod? Az történnek az események. Jó, én hozom a túszt, nem várakozok tovább. Gyere! Ammo, oké. Az biztos jó lesz igazából. Szépen nyomva tartom az F betűt és hamnyamnyamnyamnyam, zabáljuk be az ammót. Tök jó. Gyere! Pisztoly! Gondoltam, nem tudom mondani, hogy gépfegyvert használni, amikor nálam van a túsz, de azért úgy meglepett a pisztoly. 64 HP, az még nem olyan kevés, de azért úgy vigyázni kéne. Még valaki ott volt lenne, hello? Lehet, hogy ő az, hajj meg! Eléggé sok lövés kell egyébként a pisztolyjal, hogy meghajnak, ezt úgy észrevettem, de azért eléggé gyorsan megölöm őket, oké? Még valaki? Közel vagy? Hallod, mi ketten itt állnak, és egyiket sem öltem meg, pedig soroztam őket a pisztolyjal. 34 HP, ez egyre rosszabb, gyerekek. És még ki tudja hányan lesznek, oké, egyik meghalt, még van ott egy ember. Szerintem még jobbra is van egy, meg szembe is, úgyhogy tényleg valamit kezdeni kéne velük. Nem hiszem, hogy azzal sebeztem egyébként. Valahol máshol nem lehet kimenni, vagy tényleg itt kell? Ez muszáj. Jó, akkor flashbang ezek egyet, hogy hát ha örülnek neki. Nem van még a túsz egyébként? Igen, itt a keze bal oldalt, úgyhogy ez valamennyire jelzi. Hello?
Hello? Oh, megöltem. Szerintem még itt jobbra van egy, úgyhogy azzal eléggé vigyázni kéne. Nem, nem. Akkor lehet elment onnan. Kész vagyunk? Ennyi volt? Nyertem? Én nem akarok több megpróbáltatást. Jó, azt hiszem kész vagyunk. Oké, gyerekek, ez eléggé durva volt. Én nagyon tetszik ez a játék eddig. Ez borzasztóan jó. Azt hiszem Steamen valami 60 euró, ami lehet egy kicsit sok érte, de igazából lehet, hogy nem. Tehát miről beszél, gyerekek? Ez tök jó játék. És ha mondjuk van egy ilyen tök jó kis csapatod, akkor multiplayerben is nagyon jó lehet. Nézzük még egy küldetést, mert ez eddig fun volt, és hát most még valami másféle küldetést tudok teljesíteni. Na gyerekek, most az van, hogy itt egy hatalmas épület, ami valamiért nagyon fontos, biztos valami múzeum, vagy valami politikai épület, nem tudom igazából, azt nem tudom, hogy elmondták-e, de a lényeg, hogy fontos, és megkérték, hogy a lehető legkevesebbet robbantsak, ami eléggé kár, mert én szeretek robbantani, de hát akkor legyen, próbálj megóvni az épületet. És egyébként ez megint egy másféle küldetés, mert ott egy kis jel, amit már láttunk az előzőben is, viszont az most egy bombát jelképez. Tehát, hogy azt mutatja, hol van. Oda kell mennem is diffúzolni. A diffúzolás nem tudom pontosan, amiből áll, ami logikai rejtvény lesz, vagy nem tudom, remélem nem, de majd meglátjuk, hogyha odaérek, és akkor szépen meg tudom menteni az épületet. Egyébként igen, így fel lehet menni a tetőre, amit eddig nem igazán találtam hasznosnak úgy sehol, de itt azt hiszem valami lesz, tehát, hogy valami ajtó esetleg, ahol le tudok menni, mert az nagy épületeknél mindig szokott lenni ilyen esetleges kis útvonal, de nem. Pedig kéne. Jó lenne. Mondjuk ezek is eléggé annak ígérkeznek, szépen benézek, hogy valahol esetleg nincs-e valaki, de... Ó, oh, hallod? Már majdnem elindultam onnan, de oké, okay, megöltem valakit. Így sírja, hogy mennyi jelenség van, de hát egyel kevesebb, úgyhogy... Azt hiszem, menő. Kettővel kevesebb, gyerekek. Nagyon jó, tetszik a tető eddig. Jó, szépen ereszkedjünk le. A movement ebben a játékban, miért azt mondta, hogy movement? Tehát, hogy a mozgás világa a játéknak nagyon jó. Tehát, hogy nagyon jó közlekedni ebben a játékban. Hol? Oké, ott van. Igazából, tényleg, itt át lehet menni a drónnal. Nézzünk be először, hogy pontosan mi van ott benn. Hello? Rám nézett is így, ho, hallod? Megijedt ő is. Én átsietek szerintem, meg akarom nézni a bombát. Ó, hallod? Szöges drót, oké. Itt a bomba, és itt van valaki benn még. Ott egy srác. Ott is van egy, úgyhogy oké. Úgy néz ki, hogy három emberrel kell, hogy megküzdenem, mire ide érek, de aztán gondolom még lesz valami, mert az úgy... Négy. De eddig nem voltál itt valahogy, vagy nem tudom. Jó, hello, észrevető, és úgyhogy azt hiszem én visszasietek, hogy itt hagyom drónt. Oké, hát ha nem elik meg. Oké. Mondták, hogy ne nagyon robbantsak, de hát igazából itt szükség van rá, nem? Tehát, hogy mindenki belátja. Szépen lepakolom, és kicsit távolabb menjek, és bum! Nagyon jó. Gyere ide! Nagyon menő. És akkor, arra mondjuk nem néztem el, úgyhogy igazából jó lenne, hogyha nem nagyon támadnának hátba onnan. Tehát, hogy az díjaznám, de úgy tűnik, hogy egyelőre nincs ilyen céljuk. Oké, ide is lerakjuk. Hátrébb szaladunk is. Már lövik. Hallod, én kirobbantom, nincs gáz. Kinyitom én, nem kell segíteni. Ott is van valaki. Hol? Nem látom. Megöltem kettőt. Van még egy a szobában, úgyhogy arra vigyázni kell. És valaki, mint arról jött volna. Valamit hallottam onnan. De nem biztos. Oké. Megvan mind a három is. 78 HP-n van, úgyhogy az úgy eléggé menő. Ó, itt is ammó. Oké, felveszem. Nyom. Szépen zabáljuk be. Nem jönnek addig, tehát hogy én... Oké, nem szavartak meg. Hold F. Ó. Igen, kaptam egy ilyen kis műszert, amivel tudom diffúzolni, de akkor úgy tűnik, hogy semmit nem... Aha. Meg kell védenem. Oké, gyerekek, nem kell semmit csinálni, meg kell védeni, úgyhogy... Én szépen bebújjuk itt az asztal mögé, és akkor... Megölök mindenkit, aki közeledik. Egy gránát, az mindig jó. A gránát az mindig segít. Főleg, hogyha én dobom el. Ó, 45 másodperc van hátra, valaki... mozgott a fal egyébként, tehát... Hello, erre vagyok! Elkezdek balra nézelődni, meg sétálni, úgyhogy... Eléggé durva volt. Na, valaki még? Valaki szeretne bejönni? De vasszabb itt van, és megőrzi ezt a bombát, meg a diffúzoló készüléket az élete árán is. Jó, az mondjuk egy kicsit túlzás, de értitek azért, küzdeni fogok. Oké, megöltem már egy rakással, úgyhogy nem lehet olyan sok hátra. Előbb volt 40. Wow! Nekik egy bejárat nem volt, hallod? Bejött valaki, bejött! Oh, megöltem, de itt egy pajzsos is, vagy... Láttátok azt a pajzsosat? Én attól megijedtem. Aztán nem tudom, mi történt, de ő jött és most megölt engem ez a gyerek. Nézzétek meg, hogy kapkodja a tekintetét. Ez nehéz. Nem baj, megpróbálom még egyszer, tehát hogy nem tűnik lehetetlennek, de...
De eléggé nehéz volt. Lehet, hogy egy kicsit jobban tisztogatni kéne előtte, vagy nem is számít? Fogalmam sincs igazából, tehát hogy... Mindegy, siessünk utat, szerintem az a tetős bejárat az elég jó volt. Tehát, hogy ott két ingyen kült is kapok, úgyhogy az tök jó. És még robbantanom senki, hogy bejussuk az épületbe, úgyhogy az szerintem a tökéletes bejárat. Szépen fel is húzom magam. Nagyon jó az a játék eddig, tehát hogy lehet, hogy még 60 eurót is megéri, megkockáztatnám igazából. Na, itt vagyok, hello! És akkor gondolom, nem tudom, hogy számít, hogy azt megölöm, de hát igazából egyel kevesebb, úgyhogy miért ne ölném meg? Ott... nincs ott! Gyerekek, ez baj. Én azt hittem mindig minden ugyanott vannak a emberek, de úgy tűnik nem. Tehát, hogy... de itt, oké, ott van. Kicsit sétálgatott, az nem baj igazából. Azt úgy megbocsátom neki. Te ugyanott leszel? Nézzük. Igen, te mindig azt az ablakot nézed, oké. Be is mászok gyorsan, mint eddig. És akkor nagyon menő lesz minden. Akkor most gondolom a drónnal egy kicsit jobban körbe fogok nézni, tehát hogy ide jövök. 6, és akkor kicsit nézzünk körbe, hogy pontosan honnan jönnek az ellenségek. Bejövök, itt egy gyerek, ott benn van 3, azt tudjuk. És akkor mondjuk így errefelé is elnézek, hogy itt pontosan mire számíthatok, mert lehetséges, hogy erről jönnek az ellenségek. Lehet, hogy nem csak úgy bespawnolnak, hanem tényleg vannak valahol. Ezt igazából nem tudom, onnan lőttem ki a gyereket. Szegényke. De igazából én itt nem találok senkit, tehát hogy ha csak ott kell csinálni valamit, akkor miért ekkor az épület? Tehát hogy ki az, aki ide jön? Tehát hogy én nem... Ó. Ja, hogyha mondjuk erről akarnék bejönni, akkor legy... Ó, értem, akkor... Oké. Hát igazából akkor lehet, hogy tényleg ők jönnek ide, és nem csak úgy random oda spawnolnak. Volt egy pajzsos is, arra emlékszem. Találok pajzsos embert itt? Szerintem nem, tehát hogy... Ó. Ti? Ez milyen szoba? Tehát, hogy mit csinált? Nem lehet kimenni! Oké, megúsztam. Jó, igazából nagyjából feltérképeztem, és szerintem ezt úgy itt hagyom, most ezt a drónt. Oké, gyerekek, menjünk. Lehet gránátot bedobni ott alul? Tehát, hogy most már nem flashbang van nála, hanem rendes sebzőgránát, úgyhogy próbáljuk meg. Gránát! Igen, bedobtam! Oké. Hát mondjuk be, nem törte ezt a dolgot, úgyhogy kicsit rá kell segíteni. Jajajaj! Ez eléggé felesleges sebződés volt, tehát hogy 70 a HP már is, ez nem annyira jó, de mindegy. Szeretnénk kipróbálni azt, hogyha mondjuk ide jövök és megölöm ezeket az embereket, akkor jön majd oda valaki? Tehát hogy ezt szeretnénk kipróbálni. Ezt is berobbantom, mondták, hogy keveset robbantsak, de hát, ha azt akarták volna, hogy valaki keveset robbantsan, akkor nem engem hívtak volna, ez biztos. Na, hello, ott, oké, megvolt, elég sokat sebződtem már is, valaki még volt itt benne, igen, ott, oké. Gyönyörű headshot gyerekek, bárcsak Cségóba ilyen headshotokat tolnék. Jó, előbb innen jöttem be, mi lenne? Én itt láttam egy ajtót előbb. Hát mindegy, akkor itt jövünk be, igazából nem számít. Lerakom, és elszaladok, hogy ne nagyon sebződjek benne. Bum! Gyertek, de ott, aki ott a legelső, ott a második. 24 HP-n van. Eléggé húzósnak tűnik az egész. Oké, megvan ő is. Jó lenne, hogyha mondjuk lehetne valamilyen HP-t kapni, pedig ez nem annak a játéknak tűnik, ami nagyon támogatja ezt, de nekem most jó lenne, értitek? Nem baj, szépen feltöltöttem az amómat, és akkor, hát akkor gondolom kezdjünk el szépen plantelni a diffuse. Tehát, hogy ez nagyon furcsán hangzik, planteljem a diffuse, de értitek, az nagyobb lesználom egyébként. Jó, hát én mi lenne, hogyha ide jönnék? Tehát, hogy ez lehet, hogy jobbra tűnik igazából, oké. Várakozzunk itt is. Nézzük, hogy merről jönnek az ellenségek. Gyertek csak. Ugye kettőt ott megöltem, úgyhogy lehet, hogy most kettővel kevesebb fog jönni, az nem tudom mennyit számít, de ha tényleg így történik, akkor az már... Milyen messzeről kiszed... Ezt nézzük meg, hogy szedett ki, tehát elég messze volt, és... Jön. Ó, bizony srácok, ott van valaki, gyorsan szedjük le. Hát igen, elég kevés HP-n volt, úgyhogy ennyi bőven elég volt ahhoz, hogy megöljön. Hát igazából szerintem ez a videó ennyi lett volna. A harmadikat most én nem sikerült megcsinálni, de egyáltalán nem érzem lehetetlenül, csak egy kicsit óvatosabbnak kéne lenni és kicsit tapasztalatabbnak a játékban. Úgyhogy igazából ez egy nagyon jó játék. El tudom képzelni, hogy valamikor jövőben meg fogom vásárolni, vagy ilyesmi, és akkor lesznek még belőle videók, mert tényleg eléggé fánnak tűnik. Hát ennyi lett volna az a videó, remélem tetszett. Sziasztok! Itt a Kautz, az előbb mindig megtalál, bárhol vagyok mi. Hallod?